Tisztelettel köszöntünk mindenkit! A harci bemutatót az Aranyszabja Történelmi Vívóiskola harcosaival fogom bemutatni. Még egyszer bemutatkoznak neved. Édán Lámos. Iványi Zoltán. Az előadást pedig én tartom. Erős hanghatások lesznek, hiszen vaktölténnyel lőni is fogunk. Nem veszélyes, tehát teljesen veszélytelen, mert vaktöltények. A hang meg füstgránátjainkat nem használhatjuk, mert beindulna a riasztó, és kijönnének a tűzoltók, de vaktölténnyel megengedték, hogy lőjük. Amikor 1914. júniusában Szarajevóban eldördültek a gyilkos terrorista lövései, akkor senki nem gondolta, hogy ez a pár lövés, amit Szarajevóba leadtak, több mint 4 éven keresztül visszhangzani fog Európa különböző csataterein, és addig soha nem látott szenvedés zúdít majd nem csak a harctéren küzdőkre, hanem a hátország népére is. Az első világháború a hadtörténelem talán egyik legvegyesebb háborúja volt. Kezdetben csak úgy mondták, hogy a nagy háború. A nagy háború azonban hamarosan nem csak Európa legtöbb országát sújtotta, hanem tengeren túli csapatokat is hoztak az európai hadszíntemekre. Nyilvánvaló először az akkori ellenségeink, az Antant hozott tengeren túli csapatokat, viszont nagyon nagy létszámban. Az első világháború a hadtörténetben talán az egyik legvegyesebb háború. Miért mondom ezt? A háború elején még van vértes, lándzsás roham. Egész végig használják az ulánusokat, dragonyosokat, huszárokat. Tudunk klasszikus lovasrohamról. A közelharci fegyverek szinte mindegyikért használják, amit addig a hadtörténelem használt, de ugyanakkor van tenger alatt járó, van repülőgép, torpedóvető repülőgép a végén, géppuska és harci gáz. Tehát valójában egy hihetetlenül vegyes háború volt. Az első világháborúban magyar katonák küzdöttek a közös hadsereg kötelékein belül, és küzdöttek a magyar honvédségen belül. Magáról az eseményekről nem is annyira én fogok beszélni, hanem Péter, nem tudom, hogy hol vagy, hanem Péter fog az eseményekről beszélni. Tehát megbeszéltük az előtt, hogy ne ismételjük egymást, én inkább a harceljárásokról, felszerelésről fogok, tehát a gyakorlati dolgokról fogok beszélni. A ruha, amiben öltöztem, magyar honvéd gyalogos zászlósnak az egyenruhája. A zászlós az a legkisebb tiszti rangot, fokozatot jelentette, nagyon sokan kezdték el a háborút, és akár századosi rangig is felvihették a háború végére. A ruha, ami rajtam van, 1916-os mintájú, úgynevezett tábori zöld. A kiállításkor már említettem, hogy a háborút, amikor elkezdte a Románia, katonák tábori szürkébe, népies neven csukaszürke, ez eredeti, tehát tábori szürkébe voltak öltözve, ami később tábori zöldre változtatta 1916-tól, majd a háború végén, amikor nem tudták rendesen megfesteni már a ruhaanyagokat, mert a zárlat miatt nem volt elég festék, akkor úgynevezett tábori barna, amiben Zoltán ölt a szélén ül. A ruha szabása követi az eredeti formát, szabás mintákat, tehát nyilvánvalóan másolat. A gombok, a csizma, a csat, a tölténtár, a szúrony, azok eredetiek. Mivel géppuskák nincs, többi lőfegyvert nem használhatjuk szintén a riadó miatt, elsősorban a harceljárásokat mutatjuk be, illetve összecsapunk és mutatunk néhány technikát. A háborúban a gyalogság többsége puskákkal volt felszerelve. Maga a szúrony, az orosz 1891-es Mosin Nagant puskának a szúrony. A szúronyok eredetiek, maga a puska ilyen hosszú. Tehát így illeszkedett a harcoshoz. Általában miről volt szó? Ám most kicsit tolhat le. Beállni. Lövészárokban védelemkor a gyalogság, a puskás gyalogság
Először volt a szöges drót akadály. Szélessége akár 200 méter is lehetett. Mélysége. Szélesség, vagy ha úgy tetszik, mélysége. Utána homokzsákok, nyilvánvaló be is ásták magukat. Általában az ellenséges gyalogság támadását a homokzsákok mögé húzódva várták be, és puskákkal várták az ellenfelet, zárdugattyú súlyzáras puskáik voltak, tehát felhúzta lőtt, illetve bizonyos távolságokra voltak géppuskafészkek. Géppuskafészkek voltak, akik sorozatot lőttek. A rohamokat tüzérségi tűz készítette elő. Ez a tüzérségi tűz lehetett 20 perces, de lehetett 6 napos. Az előbb lőttem 2-t, marok fegyverrel. Még lövök egyet. Ez egy marok fegyver volt. Ennél nagyobbat dőlem a puska, nagyobbat a géppuska, és még nagyobbat az ágyuk. Egyet még lövök. Gondoljuk el, ha egy ágyútűz szólt 20 percet, vagy 6 napot, 400 ágyú lőtt egyszerre, 6 napig, pusztán 4 lövést adtam le marok fegyverre. Mosin Nagant revolver másolata. A 6 napig, vagy 20 percig ágyútűz, mondom, akár 400 ágyú is egyik oldalról. De legyük azt, hogy 20 perces ágyútűz előkészítő. Azt próbálták, a tüzérséget mindig a gyalogság vonalai háta mögött helyezték el, nagy ívben lőtték, próbálták szétlőni az ellenfél szöges drót akadályát, szétlőni a lövészárok rendszerét, szétzúzni a géppuskafészkeit, esetleg elkészített bunkereit. Amikor befejeződött a tüzérségi előkészítés, a tisztek előhúzták pisztolyaikat, előrántották gyalogsági szabjájukat, és fütyjelre a szöges drót akadályok között hagytak utakat. Kiállítottak előre, roham, és a gyalogosok mentek. Igyekeztek, csak az első sor használta a fegyverét lőni, csak az első sor lőtt, mert a második, harmadik hullám meglőhette az előjárókat. Próbálták elfoglalni az ellenfél lövészárkait. Tehát, amiután megtörtént támadó én vagyok, tüzérségi előkészítés, tisztek vezetik, a védelem várt. Amikor a rohanó gyalogság elért egy bizonyos közelbe, megszólaltak a géppuskák. Hogyha nem állt le a gyalogos rohan, tehát mindig elegen voltak, célozás, lőj a felem fölé, ne rám. Ugyanúgy, puskákkal, géppuskákkal, ha sikerült megközelíteni őt körülbelül 20 méterre, több ezeren haltak meg pillanatokon belül, akkor gránátot próbáltak dobni, egyrészt, hogy lehetőleg bedobni a lövészárokba, hogy a repeszek megöljék, illetve ők, támadók közé. Tapasztalat, hogy sokkal több embert ölt meg a repesz, mint a golyó. Ha sikerült leküzdeni a szöges drót akadályt, elérték az ellenfél lövészárkát, akkor kezdődött a kíméletlen közelharc. Először szuronyharcot mutatunk be, csak ez nyilvánvaló a gránátok ágyútűz ütötte réseken, a lövészárokban történt. Gyere. Bemutatunk néhány szúrony gyakorlatot, ugye hát, bejön a fot, fél éves hát. Alacsony szúrony tartás. Először csak én utána, tehát nincs helyünk. Figyeljék meg, egyik mozdulat a másikból hogy fog következni. Csak én először. Szúr! Öt! Szúr! Tehát egyik mozdulat a másikból. Ideálják kicsit. Fegyver lábhoz pihent. Mindig lézzéget hátra. Gyere. Egyébként hátra. A rohanó baka. Szúr.
Szőt! Őt! Szúr! Most te! Alacsony szúrnyitartás! Szúr! Őt! 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 Szúr! Egyik mozdulat a másikból következik vissza. Első szúrás a testre irányít. Második szúrás ebből körévesen szétszúzod az állkapcsot vagy a halántékot, ebben rántok, ebben taszítok, hihetetlenül puskatussal. Húzok, tolok. Ebből a mozdulatból előnyös fejbe vágni az ellenfelet. Ha netán-tán hátrább húzódott vagy roskad össze, felülről lefelé csapás, alulról fölfele szétszúzod az állkapcsot. Evel tolom, evel rántok, hihetetlen gyors. Miután felbukott, ugye, hátrafelé, a leesőt ütök, gugolj le, és utána a következő már párhuzamosan megmutatjuk lépés nélkül. Odáj. Kedvé lapoz, alacsony szuronytartás. Lépés nélkül. Szól, köréb, őt. Őt! Őt! Szóval! Vagy velápoz? Főleg az antant hadseregekben döfőszúronyt használtak. Ez orosz döfőszúrony. Viszont a központi hatalmak hadseregeiben olyan szúronyt használnak, amelynek kés markolata van, vagy tör markolata van. Háború végén rohamista alakulatokat szerveztek gyalogos katonákból, modern szóval úgy mondanánk, hogy kommandósok. Főleg az olasz harctéren vetették be ezeket a rohamistákat sikerre. Magyar sajátosság volt például a Caporettói áttörésnél. Nagyon sikeresen használták a rohamistákat, híres volt például a Kassai ezrednek az egri különítménye. Hogy lehet közelharcra használni például a szúranyt? Van egy ilyen tartás. Kérdés, ki az, aki önök közül közületek valamilyen japán harcművészettel karateágozattal foglalkozott? Vagy foglalkozik? Picit akkor szabad? Aha. Tehát semmit nem beszéltünk meg, végképpen nem is ismerem. Nagyon lassan csináljuk. Picit. Néhány csak hogyha támadnék egyenes ütéssel, elsőkezes ütéssel fejre, egy lehetséges lényeg. Nyilván alok félre sorozottam. Ekkor következne be, csuk. Tenyérjeles ütés nyakra. Vagy hogyha a másikkal lép, elsodorta, én nagyon kifordultam, tenyérjeles ütés nyakra. Rohamistákat egyrészt azért fogták így, hogyha fejet vagy nyakat támadok, szotóval védnél, elvágom a nyakát, és lentről felszúrok. Én fedve vagyok, mert inkább a hátam mögé kerültem. Altestet vagy gyomrot támadok elsőkezes egyenes ütéssel. Kifordultam, vagy másik kézzel fejre, vagy ugye leengő bordákra. A másik kézzel még. És akkor tenyéréles ütés nyakra. Rohamistákat miért tanították, hogy így használja? Egyrészt bemegy, másrészt hónaj. Másik kezét nem tudja használni, mert erre az oldalra kerülök.
Ez a két technika például jellegetes rohamista technika volt. Kés technika. Köszönöm. Mutatom egy üresben mozgást. Tehát egy harci beállással mindig kezdődik egy oldallépés. Kikerültem a látóköréből, síkjából. Együtt elvágtam a nyakát. Nem lehet védeni. Utána felszúrok. Mindig oldalára és mögé kerülök. Másik kezét nem tudja használni. A második technika pedig erről szólt. Hihetetlen erős válból és alkalból, illetve felszúrás után. A mozdulatok természetesek. Csak arrafelé hajtom a kezemet, amerre erővel tudom végrehajtani, és természetesen hajlik. Tehát nem alkalmazott, mint volt a nyugat-európai sportvívásnál ilyet. Tudjuk, az ellenfelem ügyes, ki tudná csavarni több helyen a kezemet. Tehát csak olyat használtak, ami természetes. Megtanulták a bevonuló parasztok? Nem. Mondtam, hogy a háború második felében az úgynevezett rohamista csapatoknál volt oktatás, amit általában gyalogos ezredekből, századokból válogattak ki, és különleges kiképzések, kislétszámú alakulatok voltak, nem ezred, nem század szintű, hanem szakasz vagy rajszintű, és azokat képezték ki. Ez egy magyar sajátosság volt, németek is aztán használják, úgy hívják őket korabeli szóhasználatra, hogy rohamista. Modern szóval azt mondanánk kommandós. Modern szóval azt mondanám kommandós. Köszönöm. Az előbb említett gyalogos rohamok és a védelemnél legtöbben a fejükön sérültek. Tudnék, akik ülnek a lövészárokban, ha nem is esik be a gránát, hanem előttük robban akár 5 méterre is a szilánkok. Ugye, hogyha... Ha lövi az ellenséges támadó katonákat, kín van a feje. És éppen ezért 1915-től levelezik a sisak. Így. A folyótól ugyan nem véd. Átüti. Viszont esetleges lehulló kődarabok, szilánkok, repeszektől tökéletesen megvédte a katonát, hiszen egyrészt ennek a sisaknak van egy jó szemellenzője. A felül lecsapok göröngyök, vasdarabok, szilánkok, kődarabok nem sebzik meg az arcot. Védi a harcosnak a fülét és a tarkóját, ha behúzza magát, lepedegnek a szilánkok. Világ legjobb típusú sisak. Ezzel szemben az angoloknak a világ legrosszabb sisakja volt. Gondoljuk el, egy lapos tányérszerű, a súlypontja túl magasan van angol sisaknak. Ennek a súlypontja jó helyen van. A halánték szintje. Annak túl magasan van a súlypontja, billeg, nem védi a harcos homlokát, halántékát és tarkóját. A magyar, illetve a német sisak meg igen. Szemellenző. Nem elhanyagolható esős időben és napsütéses időben célzáskor. Nem süt szemembe a nap. A két kicsi szarvacska. Jellegzetesen első világháborús dolog. Főleg az olasz harctéren rácsatoltak egy homloklemezt, másfél centiméteres páncéllemezt, hogy védje őket a lövéstől. Nem hatolt át a lövedék, de mindegyiknek kitört a nyaka. Még gondoljuk meg, ezek puskalőszert használnak, és amikor ült a lövészárokba, homloklövést kapott, a másfél centi páncéllemez nem hatolt át a lövés, de olyan ütést kapott, hogy hátra törte a nyakát. A mai amerikai hadseregben felszerelik őket mindenféle kevlár, golyóálló mellénnyel, meg nagyon jó sisakjuk van,
És nem is megy át rajtuk a golyó, de vagy kitörik a nyakuk, vagy kitörik a gerincük. De nem hal bele, legtöbbször. És akkor nem kell otthon jelenteni a sajtónak, hogy ennyi-ennyi meghalt. Csak annyit írják, hogy ennyi sebesültünk van. Nem írják le a kifelé a sebesülésnek a fokát. Az is sebesülés, ha eltörik a kis ujjam, vagy ha egy repesz megvágja a combomat, és hát esetleg nem is kerülök kórházba, hanem ellátják, vagy hogyha a golyóálló mellén úgy meglövik, mondjuk RPK golyószóróval, hogy a gépkocsiból hátra hanyatlak, és gerincsérülés szenvedek, vagy nyaksérülés. No, ennyit a sisakról. Közelharci fegyverek közé tartozott a gyalogsági ásó. 1880-as években egy Lineman nevű tiszt találja föl gyalogsági ásót. Utána minden gyalogos katona felszereléséhez hozzátartozik. Általában bal oldal porták szúrony alatt. Fontos volt, mert evel megásták a lövészgödröt vagy futóárkot, kazemata rendszert, viszont az első világháborúban félelmetes közelharci fegyvernek is számított. Egyrészt ütöttek vele baltaszerűen, másrészt hárítanak vele, bár ez nem igen működik, inkább baltaszerűen. Olyas is előfordult, főleg az orosz hadseregnél, hogy rohamkor betűzték ide így. Azért, hogy esetleg a szívlövéstől golyó átüti, de esetleg egy repeszt felfog. Esetleg egy repeszt felfog. Úgy hívják a magyarok, hogy lövészárok fokos. Lövészárok fokos. Nem csak a tisztek hozták otthonról magukkal, hanem a honvédség négyféle típusú lövészárok fokost használt. Hadsereg hivatalos fokosa. Kettőt elhoztunk, két típus belőle. Ez ki van állítva most a Hadtörténeti Múzeum kiállításán, mint az egyik lövészárok fokos. Akárhány első világháborús naplót visszaemlékezést olvasunk, Vitéz Somogyvári Gyulának a regény trilógiáját, vagy Hari József az utolsó emberi című naplóját, mindünk talán visszatér a fokos. A fokos. Nyilvánvaló, egyrészt ütöttek vele, másrészt a csőrével bejukasztani az ellenfél sisakját, de máshol is lehet használni. 1904 mintájú huszártiszti szabja, egységesített huszártiszti szabja. Nincs tudomásom, hogy tanították volna őket a fokos harcra. Ilyen forrást nem találtam egyet sem. De azt tudom, hogy nagyon sokat használták. Alkalomattán, ha nem védi, szemben, melszúrás. Ha nem védi, figyelj rám, figyelj. Ha nem védi, ha véd, szembe. Alkalmaz egy elvezetéses technikát, elkapja a pengét, pengetőtést alkalmaz, utána pedig csukló és könyökfeszítés. Ha nem tudná és nem tudnám, tehát rámennék, és először csinálná, vagy el kéne engedjem a szabjámat, vagy kificomatna a csuklom és a könyököm. Még egyszer. Véd. Fejvágás védése. Vannak különböző csoportok Magyarországon. Maradjunk annál, nem mondom ki a nevüket, szitja biznisz. Pontják a hülyeséget. Ez egyrészt szellemi mérgezés, másrészt ilyen-olyan harcművészet hihetetlen baleset veszélyes. Nem mondom ki a nevüket, mert nem arról, bár megjobban állnék. Itt tanítják például a botvillás, meg fokos, a fejvágás védését. Itt a hintet. Megfogják és így. Csak a vért csinálják. Tudnék, hogy gyilkos szándékom van, eltörnék és utána a fejét eltalálnám. Vagy pedig. Egyszer billerte a pengét és lesodom minden egy ujját tököl. Utána következő vágással végig hasítom. Csípőtől egészen válik.
Sajnos itt tanítják több helyen is. Életveszélyes vagy újtörés veszélyes. Valójában így lehet védeni. Valójában a fejembe csapta volna. Tehát amikor kikanalazza, akkor fejembe hozza. Még egyszer. Lövészárok, most helyes használata. 21 éve tanítom és tanítom. Tehát számtalan összecsapásban használtuk őket Magyarországon, kisebb és nagyobb hazánkban, tehát a mai Magyarországon, Kárpát hazánkban, történelmi Magyarországon, és Anatóliától egészen az Északi sarkig vezetik. Harci találkozókon, régészeti parkokban. Bokosnak ez a helyes használata. Nagyon kár, mert rengeteg ilyen szitja bizniszes csapatot hadonászik, karikás ostorral, fokossal, semmi köze a harcművészethez. Legfeljebb önveszélyes. Másik, szabja. Legjobban elterjedve volt magyar gyalogságnál 1861 mintájú gyalogos tiszti szabja. 1904 mintájú egységesített lovas tiszti szabja. Mindkettő szabja. Miért? Azért, mert hajlott az éle. Itt van az éle. Itt van a hegye. Mindkettőnek van fokéle. Utasd a fokéle. Saskának nincs. Zoltánnál kozák saska van. Lényegében egy szabjaféle az is, mert ívelt pengéje van, és akárcsak a gyalogos tisztinek pengevájata, mutassátok a pengevájatot, míg a lovas tisztinek, vagy a lovasságnak húrgerinces. Ezt hívják húrgerincnek, hogy fokéle legyen, innen befut középre. Szabjáknak a markolata ellenkező irányba kicsit hajlik. Saskának úgy szintén. Kozák saskának jellezetessége a madár fejre emlékeztető markolatgomb. Tulajdonképpen nagyon jól megtámaszkodik a kéz benne, hihetetlenül nagy hátránya, nincsen semmilyen keresztvasa, vagy markolat kosara, vagy markolat kengyele. Egyáltalán nincsen. Rengeteg volt a csonkolt ujjukozás. Rengeteg volt. Tudni légy? A harcban... Harcban legalábbis az aranyszabja történelmi vívóiskában legtöbbször úgy kezdünk, hogy lecsapjuk az ujjait. A küzdelem itt befejeződött. Elejtél fegyverét, utána könnyű levágni. Viszont a markolat kosár védi a szúrástól is, védi a vágástól is. Egyszerű kereszt vas például a szúrástól nem védett volna. A másodikat kivédte volna a keresztvas is, a szúrást nem védte volna, ahhoz kell a markolat kosár. Picit jó, nincs kesztyű rajtuk, úgyhogy nagyon finom van. Átvágta teljesen a lakromat. Én vágtam a végét. Ehhez képest mennyire hátrányban van, nincs keresztvas. Lement a hüvelyke. Ennyi. Küzdelem számára befejeződött. Vagy ha hárít egy fejvágást, lecsúszik. Ugyanez, gyerek. Ugyanez szabjával. Legfelnebb lovasrohankor tud vele egyet vagy kettőt vágni, de ha már vívásra kerül a sor, hihetetlen hátrányba lesz. Hihetetlen hátrányba lesz, mert
Valószínű második, harmadik vágással levágom az ujjait. Ötös egyszerűsített utászkés. Nagyon érdekes a hossza. Ez a kés, utászkés, rövidkarnak is nevezhetjük, tokba hordták hasonlóképpen, mint a szúrót. Elsősorban munkára használták. Tehát fedezéképítésekor, fák kivágásakor, pontonhidak építésekor, tehát elsősorban munkára. Viszont az erős keresztvas megléte, a fokél megléte, és a méretek azt feltételezik, hogy kitűnően lehet vele közelharcot vívni. Súlya viszonylag nagy, de nem túl súlyos ahhoz, hogy lehessen vele még harcolni. Valószínű nem ebben a tartással fogták, bár a hajlása a keresztvasnak lehetővé teszi. Nem tudom, hogy látszik messziről eléggé, hogy ugye ott, tehát pontosan a kezem, a kézben. Viszont sokkal alkalmasabb így. Védi a lecsúszó, ellenséges pengétől védi a kezemet. Második része az előadásunknak, hát volna a vegyi fegyverekről, nem használhatjuk. Nem használhatjuk, mert a tűzriasztó beindulna. Hoztunk füstgránátokat, minden. Viszont háborúban mérhetetlen szenvedést okozott a harci gáz. Első világháborús típusú gázárac. Többféle harci gázt is alkalmaztak. És hihetetlen szenvedéssel járt. Igazán azelőtt a háborút senki nem használt. Senki nem használt. Ilyen tekintetben az első világháború humánusabb volt a másodiknál. Hiszen saját csapataikon nem kísérleteztek a háború előtt. Ezt tudják önök, hogy a szovjet hidrogénbombát hogy tesztelték, hogy felrobbantották a hadgyakorlaton levő saját csapataik fölött. Megrendeltek a Bajkálon túli területeken egy nagy szovjet hadgyakorlatot, szovjet csapatok szovjet ellen, nem tudták, és szépen fölöttük felrobbantották a hidrogénbombát. És utána megnézték, hogy milyen hatása van. Na, az első világháború előtt nem kísérleteztek harci gázzal, úgyhogy nem tudták igazán a következményeket. Az is megtörtént, hogy a szél visszafújta. Mivel százával az emberek mellett pusztultak el a lovak. Használtak gázárarcot a lovakra. És gondoljuk el azokat a hihetetlen szenvedéseket. Ember és állat egyaránt mennyit szenvedett. Amikor még nagyon szenvedtek a lövészárokban levő katonák, a lövészárok láb. Tudja-e valaki, hogy mi az? Lövészárok láb. Ha esős időben a lövészárok megtelik vízzel. És úgy voltak, hogy bakancsba, csizmába, akár hetekig, 30-40-60 centis vízbe, elgombásodott a lábuk, ugye nem nagyon húzták le, és ami nagy gondot okozott, ha közben őket lőtték folyamatosan, akkor nem lehetett kimenni a latrinákra, elnézést, úszott a vér, a rothadott testrészek és a szar a lövészárokba. Hihetetlen gombás fertőzéseket, betegségeket kaptak, és úgy hívták baka nyelven, hogy lövészárok láb. Aki egyszer megkapta, vagy meghalt bele, vagy ha nem, akkor egész életében ilyen penészes gombák lepték el a lábát, soha nem lehetett tőle megszabadulni. Amit nem tudtak még elviselni, és sokkal jobban megterhelte ellenfél géppuska tüzénél, gránát esőjénél, szurony rohamánál, gáztámadásánál a katonákat, az a szag volt. A látványt és a hanghatásokat fel lehet dolgozni, el is lehet felejteni. Amit nem, az a szag. Az a szag. Tudnék, egy roham visszaverése után gránát tölcsérek borították a területet, és tele volt hullával és letépett testrészekkel. Nem tudták temetni, mert esetleg az ellenfél oda-oda géppuskázott. A lövészárok előtt 5 méterre, talán akár 400 méter, 800 méter mélységben is tele volt hullákkal és testrészekkel. Nem tudták eltemetni, és beléjük igazodott a szak, most azt nem lehet elfelejteni.
Ráadásul, ha el is temették tömegsírba őket, általában robbantottak egy gödröt, és utána betolták. Elkezdődött az újabb támadás, és egy ágyúlövedék telibe találta a tömegsírt, akkor szétdobta meg itt. Szétdobta meg, és gondoljuk el, lapul a lövészárokba, és egy emberi törzset egy fejére kap, ami kicsit már oszlagozik, és így szétmegy rajta. Már kocsonyos. Tehát amit nem lehetett elviselni, az a szar volt. Tehát olvasunk könyvekben. Ilyen csata ekkor, sekkor, olyan csata akkor-akkor. De igazándiból, aki nem tapasztalta, vagy nem beszélt olyan emberrel, aki ezt csinálta, nem is gondolja, hogy miket éltek át ezek az emberek. Nem is gondolja. Ezért nem tartom jónak azokat a hadtörténészeket, főleg fiatalok. Nem az a baj, hogy fiatal. Nem voltak életükben katonák. Egyáltalán nem voltak katonák. Semmiféle harcművészettel nem foglalkoztak, el nem sütöttek életükbe egy puskát, csak akkor ő hadtörténész. Íróasztal mellett könyvből nem lehet megtanulni. Legfeljebb lehet a negyedik könyv után írni egy ötödiket, de biztos, hogy nem érti. Csak úgy kérdés. Olvastak önök valaha például lövészárokat, szóval erről a szagról, amit most mondtam? Valamelyik könyv. De visszaemlékezők, naplószerűek. De hadd történeti munkát. Tehát nem, nem naplószerű önéletrajzírásokat, hanem ilyen feldolgozó munkákat. Hát egy sem minden legtöbben a pesti jól fűtött irodába írtak. Életükben nem tudtak. Most mindegy, hogy melyiken. Mindegy, hogy melyiken. Még egy érdekes dolog. Szúrolj a hangtál. Hogyha beledöltöm az ellenség szedcsontjába. Ugorj le. Dőj lassan hátra. Dőj lassan hátra. Ilyen, ilyen. Lassan, lassan. Fogd a hangtába. Átszúrtam a szedcsontot. Mert elkezdem kifelé húzgálni beszorult. Leáll a rohan, vagy lelőnek. Vagy! De valamikor ez sem működik. Csőre kell költeni és belelőni, akkor szétrobban. Ki tudom húzni. Én csak beszélek erről. Van, aki éveken keresztül csinálta. Van, aki éveken keresztül csinálta. Ilyen kalasz kérte. És valósága a lövés szétszakítja és ledobja. A lövéstől mindig van egy lökés is. Becsapolás. Repülők. Említettem, hogy vegyes háború, lángzsás rohamtól egészen repülőkig. Egyik első világháborús pilótánk, Ittebei Kis József, illetve Boksai Antal. Sok légi győzelemmel. Boksai Antal, aztán leírja, Kis József meghalt az olasz harctéren. Boksai túléri az első világháborút, később a magyar király légierőnek oktatója lesz. Háború elején általában két vagy három fedelőgépeken repülnek, olyan benzinfelhő van körülöttük, hogy félnek lőfegyvert használni. Számszeríjjal lövik egymást. Nem tévedés, olvassák el Boksai Antal könyvét, számszeríjjal lövik egymást. Ugye ketten vannak a két pilóta, így derék kilógnak a gépből, a pörsisakjuk, sájuk, kendőjük szokásos, a hátsó a számszeríjjal lő. Két hónapon belül sikerül megoldják a tömítést, és először, vagy revolverrel, nincs több történjen, lövik az ellenséges repülőt, vagy karabélya. Két hónapon belül rájönnek, hogy ez egyáltalán nem hatékony, és a második, gyere, arcára, ő vezeti a repülőt. A második áll, a géppuska fel van szerelve, igen, ám, de mehet iránynak hátta. Követeti, ezt pedig forgatja. Kérlek, egy fogosd el. Ez már állványos géppuska, sik. Nagyon sokszor megtörténik a harc felében, ugye, mozog is, lelőtte a saját függőleges vezérsíkját, a farkát. A saját farkát. Szóval ez 1915-ig. Hogy ezt elkerüljék,
Felszerelték a géppuskát, hogy a két felelő gép volt, kettőt itt fent. Akkor már egy pilóta volt. Igen, ám csak itt fent volt, fölé lőtt, és ahhoz, hogy eltalálja az ellenfelet, mindig egy kicsit zuhanóba kellett vigye a gépét. Nem lehetett jól célozni. És 1915-re a németek megoldják azt, van a légcsavar, és két géppuska a Fokker gépeknél, hogy elfordul a légcsavar, közben lőtte ki a golyót. Kémek egy hónapon belül megszerzik ellenségeinknek, az Antantnak, és akkor már ők is úgy csinálják. És 1915-re egy pilóta vezette, ikergép puskák voltak, és ahogy a légcsavar fordult, közte mentek ki a golyók. 1917-ben megjelennek a bombázók, és 18-ban megjelent már a torpedóvető repülőgép. Első világháborúban nagy szerepük volt a mesterlövészeknek, és például az osztrák-magyar monarchia nagyon jó mesterlövészei, nagyon ügyesek erdélyi románok voltak, például a Besztercenjek. Besztercen aszódi román hegyi vadászezred, többsége ennek polgári időben vadász. Vadász. Tehát keleti Kárpátokban meg a Mára-Marosban vadászok, kitűnő céllövők voltak, távcsőves puskával. Malliker puskára szerelték fel a távcsövet. Aki látta a Nyugaton a helyzet című változatlan filmet, a főhős, a végén úgy hal meg, hogy egy pillangót rajzol. Emlékszik valakire? A német fiú egy pillangót rajzol, és ha egy picit jobban megnézze a pillangót, kicsit kidugja a fejét a lövészárokból. Francia mesterlövész abba a pillangban fejbe lövi. Nagy szerepük volt a mesterlövészeknek, különben mindig a balkáni háborúban is, amikor Szarajevót körbevették a szerbek, de a mesterlövészek lőttek ki embereket innen-onnan mindig, folyamatosan. Tudnék, bizonytalanná teszik az életet a lövészárkok mögött is. Vengeralattjárókról annyit nem beszélek, mert ahhoz nem értek. Repülni repültem elég sokat, tehát katonaságban egy légierőbe szolgáltam, viszont a vengeralattjárókhoz nem értek. De amíg az első világháborúban nagy szerepet kapott, azok az aknavetők. Még az ágyú általában kis ívbelő, az aknavető nagy ívbelő, de felülről lefele be tud esni a lövedék a lövészárokba. Ugye a terep akadályok mögé, és utána a szilánkkal terít. Mindenféle aknavető volt, volt ami hasonló a második világháború, van még sűrített levegővel lőtte ki az aknát. Viszont nagyon ívelve tudtak lőni, elsősorban az olasz fronton használták, ahol hiába húzottak be nagy sziklák mögé. Jön a muszka. Szóraj a szabjára. Főleg az olasz fronton használták az aknavetőket sikerrel, hiszen a sziklák mögé nagy ívbe belőtt aknalövedék robbant, és nem jelentett védelmet a komoly erős szikla, amit se gépfegyverrel, se ágyúval nem lehetett volna szétlőni. Az aknavető lövedéke ívesen nagy ívbe beesett. Lovasság. Első világháborúban széles körén használták lovasságot. Osztrák-magyar monarchiának következő lovas fegyvernemei voltak, lovas vadászok, gyalog harcoltak, csak lovon utaztak. Dragonyosok, főleg csehekből át semmi hasznukat nem vették. A lovasított gyalogság, de semmi hasznukat nem vették. Dalmát lövészek, jó hatékonyak voltak, jól harcoltak. Ulánusok, szinte semmi hasznukat nem vették. És akinek nagyon sok hasznát vették, azok a magyar huszárok. Magyar huszárok, akik a hadsereg krémjét jelentették akkor, és bátran, mind lovon, mind gyalog teljesítették a szolgálatukat. Huszárnak csak magyar területről soroztak, tehát semmilyen se az osztrák-magyar monarchia, osztrák, illetve cseh és galiciai tartományából huszárnak nem soroztak. A huszárezredek kizárólag magyar területről voltak szállítva, és magyar huszárokat ellátták karabélya, Malichel karabélya, a tiszteknek oldalfegyverük volt, és a már említett szabjával. 1904 mintájú S-tiszti. A gyalogos, a közlegény váltóan szélesebb. Ugyanilyen hosszú, ugyanilyen a hüvelye, ugyanilyen a markolatkosár, csak szélesebb. Na most elhangzik sokszor, hogy magyarországi hadtörténészek, hogy így alakult a monarchia serege, úgy meg úgy, mihez képest? Mihez képest, és mire akarjuk használni?
Megint csak azt mondom, hogy aki nem volt katona, nem próbálta, íróasztal mellett hadtörténetet nem lehet rendesen. Tudni tűnek, hogy nem volt eléggé gépesítve, egyrészben igaz, másrészben. Nyugati hadszíntéren vannak már kikövezett utak, és van aszfaltos út. Próbáljon meg Galíciában a kor legkorszerűbb amerikai vagy angol teherautójával a galíciai földes utakon járni. Tudják, mennyit fog menni? Fél métert. Elsüllyed. Elsüllyed. Igenis kellett a lovasság. Tehát egyrészt leszólni a monarchiát, hogy jaj, fejletlen volt, meg gyenge volt. Egyrészt igaz, hogy nem volt eléggé gépesítve. Másrészt próbálták volna azokat a jó amerikai és angol teherautókat bevetni a keleti hadszíntéren. Elsüllyedt volna, mint a második világháborúban, amikor az elején a kor legjobb hadserege, a harmadik birodalom hadserege, a Wehrmacht behatolt Oroszországba, és van az a fogalom, hogy keleti lánctalt. Ismeri valaki, hogy mit jelent? Igen. Keleti lánctalt. Ugyanarra a harcjárműre, legyen akár tank, akár páncélos szállító, szélesebb lánctalpat kellett felszerelni, tudjuk, elsüllyedtek. És a németeknek ez letört, amit felé. Igen. Tehát hiába lett volna a legkorszerűbb amerikai vagy angol tank, és elsüllyedt volna. A németeknél fogalom volt keleti lánctalp. Ugyanarra a kocsira jóval szélesebb, más típusú lánctalpat kellett szerelni. Na ugyanez a helyzet az első világháborúban, hogy hiába használták volna a gépkocsit, hiába használták volna a Mark 1 vagy Mark 2 angol tankot, nem tudták volna használni. És ezért a lovasságnak nagyon nagy szerepe volt. Akár osztrák-magyar, akár német beszámolókat, harci beszámolókat, jelentéseket olvasunk, mindenütt fedezetként a német hadsereg is magyar huszárokat kér. Ha jól használták őket, hihetetlen hatékonyak voltak. Felderítéskor, menetbiztosításkor, oldaltámadáskor, ellenfél utánpótlásának elvágásakor, és esetleg visszavonuláskor az ellenfél késleltetésére, zavarására. Nyilvánvaló, nem úgy, mint a középkorban, vagy a 18. században, hogy szabja ki és frontális támadás. Nem erre. De a megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelő célra használták őket, akkor nagyon hatékony volt 1918 végéig. Nyilvánvaló, az olasz fronton, a Dolomitokban nem lehet lovasságot használni. De ott pont úgy nem lehet angol lándzsást sem használni, meg nem lehet francia ulánust sem használni. És porosz ulánust sem használni, a kozákok is csődöt mondtak volna a Dolomitokban. De a keleti hadszíntéren viszont szükség volt a lovasságra. Örökös problémája a magyar történetírásnak egy részének, hogy mintha mi mindig a nyugat után kullognánk. Nem igaz. Nem igaz. Van, amiben ők fejlettek, van, amiben mi. Azt kell megnézni, hogy mikor, hol, milyen célra kit használnak. Egy ilyen visszatérő probléma, hogy mindig a páncélos lovasság nyugat. Nem jobb semmivel a sztyeppei lovasnál. Csak attól függ, hogy mire használjuk. Ott van a német nehéz lovasság színejava, 1318-ban beküldik Svájc hegyei közé, meghal mint. Ott van a francia nehéz lovasság színejava, Crécy, Poitiers, Agincourt. Angol, gyalogos íjászok végeznek velük. És nem is mondtam egy szót sem magyarul. Egy fegyvernemet sem szabad misztifikálni, és egyből leszólni, hogy a magyar vagy az osztrák, az feltétlenül gyengébb. Ez nem igaz. Azt nézzük meg, hogy mikor, milyen célra, hol használják őket, és hogyan. És ugyanazt a fegyvernemet lehet jól használni, és lehet rosszul használni. Magyar huszárokat is be lehet küldeni a Dolomitokba, és meg fog halni mint. A ló nem tud sziklát mászni az Alpokba. Viszont nagy sikerrel lehet használni Galíciába, lehet használni a mozuli tavaknál, vagy lehet használni Erdély közepén, amikor a román betörést kinyomták. Német hegyi vadászezredek, Székely gyalogság és lovasság. És két hónapon belül a Kárpátokon túlon van a háború, és ugyanannak az évnek a végére Mackensen bevonul Bukarestbe, és Románia külön békét köt. Jóval nagyobb létszámú volt a román hadsereg. Tehát többszörösen fölülmúlt a osztrák-magyar, illetve néhány német századot. Különleges egységekről, a rohamistákról már beszéltem. Ha megnézzük az első világháborút, magyar katonák becsülettel helytáltak a Kárpátok hágóin, becsülettel helytáltak Erdélybe, keményen küzdöttek a Balkán hegyeibe, és kitartottak az olasz hadszíntéren.
mindenütt megbecsülés és elismerés övezte haditetteiket. Ha elolvassuk a korabeli jelentéseket, parancsokat, különböző tudósításokat, akkor ha nehéz hely van, mindenütt az osztrák hadvezetőség mindenütt, hogy magyarokat küld. Az isonzói csatát. 18 isonzói csata van. Nézzük meg, hogy milyen ezredek vesznek részt. Egyszerűen vegyük elő a történelemkönyvet, hogy nézzük meg, hogy milyen ezredek vesznek részt. A tiroli lövészezredeken kívül, és néhány bosnyák, azok is bosnyákok, magyarokat. Temesvári Gyula önéletrajzú regény trilógiájában egy helyen azt írja, szívem megfájdul, mindig olvasom, ahogy közeledünk a fronthoz, még az állatok is magyarul értenek. Ahol nehéz helyzet volt, küldték a magyar bakát. Hátul találunk cseheket, találunk osztrákokat, találunk mindenféle fronton, szinte ahol nehéz helyzet volt, mindenütt magyarokat. Ezek a katonák, mondom, becsülettel helytáltak. A háború mindig rossz. A háborút nem a magyar parasztok akarták, nem a szabóinasok, nem a gyári munkások, de nem is a magyar tanítók, és nem is a magyar tisztek. A háborút 1914 nyarán egyedül Tisza István ellenezte. Ellene szavazott. Úgy tartotta, hogy az ok az Ürügy Ferenc Ferdinánd meggyilkolása nem elégséges, és a monarchia nem eléggé felkészült a háborúra. Ennek ellenére a háború végén őt gyilkolják meg először. Nem ellenséges katona, hanem Budapesten egy hazáruló lőtte le. Nem a fronton halt ősi halált, hanem egy hazáruló. Ha megnézzük a fegyverszünet megkötésének pillanatában, magyar csapatok messze idegen földön állomásoznak, Oroszország külön békét kötött, Románia külön békét kötött, szerb hadsereget evakuálták Korfu szigetére az angolok, és a háború magyar vonatkozásában olasz fronton történik, még csak nem is Ausztriában. Az nem olyan, mint a II. Világháború, a vörös hadsereg szétveri, és folyamatos harccal elfoglalja, lerohanja Magyarországot, és van egy kemény budapesti ostrom, ami a II. Világháború harmadik legkeményebb város ostroma. Stalingrád, Leningrád, a harmadik az Budapest. Apropó, a város lakosságához mérte, tehát eredeti lakosságához mérte, tudják önök melyik városra húlt a legtöbb bomba? Nem Dresda. Érsekújvár. Érsekújvár. Azt mondtam, hogy a város lakosságának létszámához mérte arányban. Dresdában azért halnak olyan sokan meg, mert tele van menekültel. Mert menekültek vannak. De a város lakosságához mérte. Eredeti illetőségű, tehát illetőségű város lakoshoz képest Érsekújvárra húl a legtöbb bomba. Az a második világháború. Az első világháborúban nem verik szét a magyar csapatokat. Nem úgy, mint a másodikban jön a vörös hadsereg, és kemény harccal, gondoljunk csak a Kárpátok hágóira, Árpád vonal. Gondoljunk Kárpátalján körös mező. Hetekig feltartóztatják a vörös hadsereget 1944 őszén. Normandiai partraszállás után két hónappal, hetekig a második és negyedik ukrán frontot feltartóztatják. Kik? Magyar katonák. Magyar katonák. De ott komoly csaták van, a tordai csata. Aztán a debreceni, a hortobágyi debreceni tankcsaták. Ott komoly, és a vörös hadseregtől első világháborúban nem. Nem rohannak le minket, de Budapesten a hazárulók szétbombasztják a hadsereget. Szétbombasztják a hadsereget. Legtöbbször ezek a katonák fegyverzetüket megtartva, tisztjeik vezetése alatt érkeznek vissza az országba, a fegyverszünet után, és beérkeznek a keleti pályaudvarra, és elrohanják a balliberális agitátorok. Dobjátok el a fegyvereiteket, bízzunk a nagyhatalmak jó indulatában, most már világbéke lesz, proletár szabadság, stb. El tudják önök képzelni, hogy az amerikai hadsereg a hazavonul, akkor amerikai polgárok letépik a sakkarózsát és leköpik a katonáikat? Hát Budapesten az történt. Agitátorok és hazárulók, a haza érkező katonákat, akik 4 évig szenvedtek a fronton, nem akartak ők oda menni, de helytáltak vitézül. Hazajönnek, és a keleti pályaudvaron megrohanják ezek a frontlogos disznók, hazárulók, leköbdösik őket, vegyétek el a fegyvereiket, dobjátok el, ne harcoljatok uraitok, a világbéke lesz, és majd a nagyhatalmak jó indulatába bízzunk. Hát bízhattok. Ahol fegyvert fogtak, Felvidéken, kiverik a cseheket.
ahol fegyvert fogtak, Kratofil Károly székely hadosztálya. Fokozatos harcban 1919 áprilisáig védi Erdélyt, utána a Tiszántúlt román királyi hadseregtől, vörös hadsereg hátba támadja. Tudják nagyon, hogy Kratofil kinek teszi le a fegyvert, kinek adja meg magát? A román királyi hadseregnek. Jobban bízik bennük, mint Kundiláékban. Jobban bízik, tudni, a vörös hadsereg hátba támad tőlük. Az, aki 4 évig harcol a világháborúban, védi a hazát. Utána 18 december karácsonyától, 19 áprilisáig védi az idegen hadseregtől a hazát, azt kapja, hogy hátba támadják. Az első világháborút nem a magyar katonák a harctéren veszítették el. Igen, köszönöm.